Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a vállást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban? Love Story. És azután. Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. Önök a Love Story és Azután című műsorunkat látják. Ebben a műsorban mindig házaspárokat invitálunk, akik keresztény házaspárok, és beszélnek az élet dolgairól. Teljesen életszerűen szeretnénk ezt a műsort mindig önök elé tárni, hogy belelássunk egy-egy házaspár életébe, hogy ugyanolyan kihívás érik a keresztényeket is az élettől, az életük folyamán, mint bárki mást, akik nem is keresztények, de hogy ebben a kihívás rengetegben, amivel mindannyian szembenézünk az életben, örömökben, bánatokban, élethelyzetekben, a hit hogyan segít. És most is egy házaspárt hívtunk meg, ráadásul a szívünkhöz nagyon-nagyon közel álló házaspárt, Mézes László szabad keresztény, elnök volt a Laci nagyon-nagyon sokáig, illetve Pásztora a legnagyobb szabad keresztény gyülekezetnek. X éven keresztül majd elmondja, és kedves felesége Ibolya, aki ebben abszolút segítő társa volt mindenekben, és ma is aktívak. <laughs> ö, ö, és ez Úgyhogy nem csak a múltról fogjuk kérdezni, hanem majd a végén a jövőről is. <laughs> ö, azzal együtt, hogy már nyugdíjasok, de még abszolút aktívan dolgoznak. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást és szeretettel köszöntünk benneteket. Köszöntelek én is benneteket szeretettel, mm -hmm. és ahogy ez a műsor indulni szokott, ki van írva, hogy Love story, és majd az az később rátérünk. Ki kezdi a Love Talán én, mert az enyém hamarabb indult, és az egész Love egy teljesen különleges Love story. Körülbelül tíz éves kislány lehettem, tehát abban az életkorban, amikor egy gyerek még nem gondol a férjhez menésre, és az iskola udvaron játszottunk a lányokkal, talán iskolát, És egyszer csak tisztán és világosan hallottam egy hangot, amelyik azt mondta, hogy lacinak fogják hívni. <laughs> és én tíz éves gyerekként pontosan tudtam, hogy ez az én jövendő férjem lesz. És elraktároztam ezt az egy mondatot, mint nagyon különleges valamit, hiszen csizma volt az asztalom. De tíz éves voltam. Aztán telt az idő, és hát kezdett az érdeklődésem a fiúk felé fordulni. De csak a Laci nevű fiúkat néztem meg, mert arra biztos voltam. Már hát abba is nagyon bő a választék. Igen, keresnő. igen. Na de én kizárólag a Laci nevű fiúkat néztem meg. Na de milyen az élet? Ezt az egy mondatot egy idő után elfelejtettem, és jött egy Karcsi, és jött egy Péter. Én tudtam, hogy az nem lesz az igazi, de, de mégis és a Péter az egy osztrák fiú volt, 16 éves voltam, amikor megismerkedtünk, és abban az időben a vegyes házasságokat a magyar állam még nem engedte, és a magyar rendőrség vágta ketté a mi kapcsolatunkat. És nagyon sírdogáltam emiatt, hogy milyen országba élek én, ahol még szerelmesnek se lehet lenni, mert azt is megtiltja a rendőrség. Nem megyek a részletekbe. És amikor éppen ezen sírdogáltam, álmomba megjelent Laci, csak így mondja egy ősz aki azt mondta, hogy ne sírj a harmadik lesz az igazi. Na jó, volt egy Karcsi, volt egy Péter, hát most jönni kellene a Lacinak, aki eszembe jutott, ugye, hogy annyi. És elmúlt egy év, nem jött senki, és akkor egyszer álmomban megint megjelent ez a valaki, és azt mondta, hogy húsz éves korod előtt ismerni fogod. Tehát három dolgot tudtam a jövendőbelimről, Laci-nak fogják hívni, ő lesz a most a soron következő, és én még nem leszek húsz éves, amikor megismerem. És S, akkor oh, hány éves voltam, amikor ezt... 17, amikor oh, mindezt oh, hallottam. Igen. Vágy, mi <síns> <lenni>. <síns> <síns> és 18 éves koromban, az országos tanulmányi versenyen behívtak az országos döntőbe latinból, és egyébként az első tízbe végeztem, és a életemben először voltam szülővárosom, Debrecen határain kívül. Nem tudtam, hogy hogy fogok én Debrecenen kívül el boldogulni, és a szüleim egy pesti ismerősünktől kértek segítséget, hogy hát segítsen nekem a Budapesten eligazodni. Meg volt a latin verseny szombaton, de ha már itt voltam szombaton, akkor ott aludtam náluk, és vasárnap életembe először elmentem a budapesti szabadkeresztény gyülekezet alkalmára. És ahogy ezzel az ismerős családdal beléptem a budapesti szabadkeresztény gyülekezet épületébe életembe először, egy fiatal ember háttalált nekem, és készítgette az úrvacsorai edényeket. És csak a hátsó, a, a, a kopasz, ne nem a hátsóját, hanem a, 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 a tarkóját láttam, és e, abban a pillanatban agyon az a hang azt mondta, hogy ő az. Uh -huh. És ez döbbenet volt, megfordult ez a fiatalember, és látta, hogy egy idegen bejött a szobába, és azt mondta, ó, szervusz, kezet nyújtott, Mézes László vagyok. László, én hány éves vagyok? 18, még nem vagyok 20. Minden stimmel. még nem vagyok 20, Lacinak hívják, ő a harmadik. Kész, el volt Lacinak a sorsa döntve. És én nem tudtam, hogy miért lettem olyan piros, mint a tűz, és valami rosszat mondott, de én onnantól kezdve teljes bizonyossággal hmm. tudtam, hogy ez a fiatal ember lesz az én férjem. És nem szóltam erről semmit, évekig egy árva szót se, hanem mint a, ő a budapesti gyülekezetnek, az ifjúsági vezető, én a debreceni, úgy szakmailag levelezgettünk, ugye, néhány évig, és eltellett körülbelül két év, mire ő benne is az ilyen jellegű kapcsolatból megnőtt a bizonyosság, hogy én leszek a jövendő belie, és én csak akkor mondtam el ezt az egész előzetes sztorit. Most hmm. akkor hallgassuk a Laci olvasatát hmm. is. Ha. Hogy mondjam, teljesen igaz, amit Ibolya elmesélt. Én annyit tudtam, ugye, amit a Biblia mond, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, arra egy külön elhívás kell. Én ilyet nem kaptam, azt viszont igen, hogy lesz majd társam valamikor. A baj akkor kezdődött, amikor édesanyám megpróbált közbeszólni, meg önként jelentkezők voltak, akik elkezdtek nyüzsögni, azért jött valaki az, abba a gimnáziumba, ahol én jártam, mert én oda mentem két évvel utánam, és így tovább. Tehát voltak ilyen, ilyen próbálkozások, de egyet tudtam, hogy Isten azt mondta a Bibliában ezzel hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat. Tehát nekem nem kellett lepkehálóval kimenni a lánypiacra, hogy fogjak valakit, hanem megvártam, hogy Isten lépjen, és elhozza ezt az időt. És a hosszú sztorit röviden elmondva, ugye ő volt Ibolya a Debreceni fiatalok vezetője gyülekezetem belül, én a budapestieké, és ebből létrejött egy teológiai levelezés. Megvan az összetlevél, ha kérjétek, végén elő tudnánk szedni, majd nem tudom, mikor ki fogja megtalálni, mindegy, legyen az ő öröme. Lényeg az, hogy leveleztünk, és nagyon jó volt ez a beszélgetés, és Ez még postai levelezés. Ez még abszolút postai. nem csetelgetés. Nem volt akkor még nem volt ilyen Csak a mai ezzel tudják, hogy és is lehetett kapcsolatot Tehát tartani csak őt a leveleket, szigorúan a, a, a proformot megtartva, vagy kedves vagy a kedves Laci, és egyszer én már kezdtem érezni, hogy itt valami több alakul, több készülődik, úgyhogy kihagytam a megszólítást, és le, megírtam a levelet, hogy ne arra úgy, hogy hiányzik a fönti megszokott megszólítás, de az, hogy kedves ibolya, annál már több vagy. De, hogy még mi vagy, azt nem tudom. És így küldtem el, és ugyanígy jött a válasz, wow. ugyanúgy, stb. Ezt mind dokumentálni Aha. tudom, hogy ez így megvan. A lényeg, hogy Egyszer voltam lenne egy ifjúsági találkozón Debrecenben, és hazafele jövet, akkor még nem voltak összehegesztve a vasúti sínek, hanem négy méterenként kattant egyet a vonatkerék. És úgy egyedül voltam a kupéba, bedöltem az ablakhoz, és elszúnyúkáltam. És arra ébredtem, hogy a vonatkereke azt kattogja, hogy ibolya, 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 <síns> ibolya. És ez igaz, megtörtént, mondom. Ki az az Ibolya? És kicsit gondolkoznom kellett, hogy miért ezt a nevet mondja. Aha. Na, és akkor rájöttem, hogy ő. És akkor álltam a Jóisten elé, hogy Uram, mi a terved uh -huh. ezzel a leányzóval kapcsolatban? És hosszú a történet, nyilván nem megyek a részletekbe, de megkaptam a kijelentésbe, hogy őt szánta a Mindenható nekem. Társul. Társul a, a családban, társul a gyülekezeti munkában, társul a mindenben. És erre én áment mondtam, és elküldtem ezt a szövegemet. Az Tehát ezt az é... leírtad ugyanúgy levélbe, Ibolyának? igen. Ez volt egy megkérés? Nem. Még, a, ott nem. még nem? Hát nem mm -hmm. tudtam a válaszát, hogy mit fogod de amikor jött a válasz... Hát a lánykérésben mindig benne van ez a rizikó. Hát ez nem kérdezik a válasz. Várján kérdezted, hogy ez volt -e a lánykérés. Én szoktam mondani Lacinak, hogy te az életben nem kérted meg a kezemet. Te soha nem mondtad, hogy a feleséged leszek-e. Azt mondja, hogy miért? Hát úgy is tudtam, hogy hozzám jössz. <gül> <gül> És ez így történt, hogy Aha. hivatalos lánykérés soha nem volt, hanem egyszerűen csak magától értetődő volt mi mindkettőnk számára, hogy ő a másik az, akit Istennek így rendelt. Uh -huh. Annyit tennék még így hozzá, ez egy olyan jó gondolat, amit mindjárt mondani fogok, amit édesapámtól hallottam. Ő azt mondta, hogy a házasság kötés előtt legyen nyitva a szemed, de csukva a szíved. És miután kimondjátok az igent, akkor csukba a szemed, de nyisd ki a szíved a felé, az egy felé. És ezt megértem. Tényes való és ugye most már 51. éve, hogy ez megtörtént. Wow, és ami a poén, nem múltak el a mézes Ez a poén mindig bejön, és igaz. Ha újra kezdhetném, nem csinálnám másképp, de egy kicsit hamarabb kezdeni. Wow. Ez nagyon szép. A szülők mm. mit szóltak hozzá? Egyből az áldásukat adták, rátok? Most hogy kezdjem én, bocsánat. Édesanyám más valakit nézett ki nekem, és az elején, Ibolya, hogy mondjam, hát nem volt egy közkedvelt látogató a családban, aztán elteltek az évek, és kiderült, hogy édesanyám tévedett, ez be is vallotta nekünk, ő lett a kedvenc menny, ugye négyen vagyunk fiúk, testvérek, ah, és mind a négy, mindegy, mind a három testvérem elvált, újra nősült, és csak mi vagyunk a, az eredeti Kezdest, kezdettől fogva ugyanaz a pár, és nem bántuk meg. Hmm. Tehát ha Istennel, Istentől vett módon azt a társamat kapom meg, akit ő szemelt ki, ő szerzett, nekünk, akkor az garancia egyben arra, hogy ami jön, az jó lesz. Persze a saját dolgunkat nekünk is jó kell csinálni, és hát van néhány szó, amit az ember jó, ha megtanul házasság kötése előtt, hogy kellő időben ezt mondani tudja. Szeretlek, köszönöm, kérem szépen, megbocsátok és bocsáss meg. Lehetne mm. még ragozni, és erről nem akarok most kitérni, de ez nálunk működik. Néha én elfelejtek valamit, ugye három évvel idősebb vagyok, mint ő, tehát öregember már időnként rosszul emlékezik, vagy fordítva valamit nem úgy csinálunk. Olyan jó azt mondani, hogy bocs, nem direkt volt, ne arra úgy, hadd csinálj még egyszer, és így tovább. És ez működik, erőködés nélkül. Köszönjük szépen. Annyit tennék még hozzá, mert kérdeztet, hogy az én szüleim hogy fogadták. Ők teljes egészében támogattak bennünket, de ö, miután. Ö, az bizonyosság bennem sokkal hamarabb megszületett. Én elmondtam anyukámnak, hogy én tudom, hogy a Mézes Laci lesz a férjem, de azt mondta, hogy ezt én soha nem mondjam meg addig, míg ő nem lép. És ezért három évig én ezt a titkot megtartottam magamnak, és nem viselkedtem úgy, nem mondtam semmit három évig, ja. amíg ez nyilvánvalóvá nem lett. És a, a, mint a szüleim is keresztények voltak, ide, és a is lelkész, azt mondta anyukám, hogy igen, az úrtól vannak a férfi lépései. Várd meg, míg ő is eljut erre a bizonyosságra, és te ne akart kierőszakolni az ő döntését. És ez így történt. És ez ma is így van, hogy ő sokkal lassabban dönt, és ki kell várnom, míg ő is eljut ugyanarra a döntésre. Aha. Most már talán nem három évet várok egy-egy döntésnél, de de <laughs> <laughs> Nagyon jó, jó! De minden esetre eredményre Igen. Mm -hmm. jutott ez a Nagy döntése. élvezetes volt hallani tényleg ezt a különleges lapstoryt. Ugyanakkor nektek egy nagyon gazdag életpálya van már mögöttetek, és ennek is adjunk teret. Tehát összeházasodtatok, és akkor mind a ketten aktívan dolgoztatok, a Laci közben, hogy így mondjam, a, a pásztorolása nyakába esett, bocsánat, hogy ezt a kifejezést, de ismerem mm. ugye a körülményeket, majdnem mondhatom, hogy szinte így történt, és ugye szolgálat, család, tudom, hogy viszonylag sokat vártatok a gyermekáldásra, ha jól emlékszem a élettörténetetekből, hogy hogy tudtátok ezt a hármat összerakni, és ráadásul nem is akármilyen polgári foglalkozás, ugye Ibolya orvos, Laci, te pedig annak idején mérnöként út, útépítő mérnök, tervező, uva dolgoztál, uh -huh. hogy ezeket hogy lehetett összerakni úgy, hogy túléljetek. Ugye 72-ben volt a esküvőnk, és akkoriban még egyetemista volt, tehát úgy kezdtük el a házasságunkat, hogy ő még egyetemre jár természetesen és az én fizetésemből éltünk akkor. Akkor lehetett. Uh -huh. Ugyanez a pénz ma már fabatkát uh -huh. se ér. Mindegy, ez más téma. A lényeg az, hogy, hogy eleve úgy kezdtük, és ez Istennek egy hatalmas kegyelme ajándéka volt, hogy kaptunk albérletbe egy lehetőséget, egy bizonyos Baranyai nénál, Erzsi Maminál, Igen. ahogy később hívtuk. És ez Budán, a Dunapartján, az Erzsébeti tövében volt ez az otthon, ott kezdtük a közös életünket, egy, egy albérletbe, ami egy leválasztott lakás 50 négyzetméterre volt, abból kaptuk mi a 25 négyzetméteres nagyszobát. És hát nagyon-nagyon összekapcsolódott az mm. életünk. Mégis boldogok voltak. Nagyon. voltatok? Ő is boldog volt, és mondta, hogy mm. neki saját gyermeke nem születhetett a, a házasságában, a férje meghalt, és így most van két gyermeke. De hát még mm. egy kicsit elkezdtünk majd nézni, amikor három év után megjött a, a gyermek. Ugye egyetlen fiunk több azután se született, és kérdeztük tőle, hogy ami hát most mi lesz, hát jön egy baba. Újongani kezdett, Istenem. azt mondja, hogy eddig igen. csak gyerekeim voltak, most még egy unokám is lesz, igen. és hát óriási volt a. Hát igen, mi is elmészünk Erzsőmamira. Ez egy, egy csodálatos harmóni, olyan áldás volt, mm. úgy érzem pro és kontra, tehát mm. mindkettőnk irányába, hogy ő nem maradt egyedül, mi kaptunk egy nagymamát, és így tovább, és így tovább. A néniről csak annyit, ha hozzánk, az ő szülei Debrecenből följöttek Budapestre, fogta a cókmokját, és fölment a harmadik emeleten a barátnőihez aludni, hogy mi nyugodtan, családi szinten el tudjuk rendezni a saját dolgainkat, és ő nem akar zavarni, és így tovább. Igen. Tehát Isten egy, egy autópályát készített nekünk, <laughs> nem kellett mindenféle zötyögős utakon menni, és nagyon-nagyon és jó volt. Kezdettől fogva azt éreztük, hogy egymást Isten ajándékozott minket egymásnak, uh -huh. és ez később ki is jött, ugye? Tehát Ibolya még tanult, én dolgoztam, és 74-ben, amikor a szüleim elváltak, akkor az akkori vezetőség édesapámat menesztette a, a pásztori funkcióból, és a gyülekezet odaállt elém, a presbiterek jöttek, hogy Laci legyét az új pásztor. Mondom, figyelj ide, ez önmagában ki ezt nektek, a jó Isten? Te mondom, figyeljtek ide, én is beszélek vele, szóljatok a ti uratoknak, hogy ő ugyan... Ő szóljon neked. Nekem is szóljon, mert az, hogy ti ezt kéritek, meg kívánjátok, meg tetszik nektek, ez nagyon jó, szükséges, de nem elégséges feltétel. És megkaptam az úr egy eznek a részleteit. És ibolya is megkapta ezt? É, egyszerűen megjött az úrtól a, a válasz, hogy igen, vállald el. Uh -huh. És csak röviden egy bizonyosság erről, 74-75-ben jártunk ekkor, mondtam, Istenem. Én soha az életben nem tanultam, mit jelent az, hogy valaki pásztor lesz. Azt látom, hogy marha nehéz feladat, rengeteg <laughs> ezzel, azzal, amazzal <laughs> jár, de uram, ha te ezt mondod nekem, akkor belevágok. <laughs> És Isten azt mondta, hogy jó, rendben van, én szólok neked, de mondom, kérek erre bizonságot. Tudjátok, mi volt a bizonság? A 75-ös ébredés... Oh, a, amikor wow. elindult a híres hölgyesen uh -huh. utcai ébredés, és kiárat ránk a Szent Szellem. Uh -huh. És ő rátette a pecsétet a szívemre, uh -huh. az eszemre, az egész életemre, uh -huh. hogy ez Istentől való elhívás vállald el. Úgyhogy vele fogtunk, és hála az úrnak, hogy bocsánat, akkor ez engem most személyesen is érdekel, igen. de gondolom a nézőket is, hogy végül is akkor úgy volt, hogy hogy még abban a várakozásban volt, hogy Isten neked személyesen jelentse ki, hogy vállald el a pásztorságot, amikor már az ébredés elkezdődött, az adta rá a pecsétet, tehát nem előtte kaptad meg Istentől a világos választ, hogy el kell vállalnod a pásztorolást, és utána jött az ébredés. Tehát, hogy én már ma már meg nem tudom mondani, mert nem írtam róla. Egybeesett, úgymond a kettő. Egybeesett a kettő, és kölcsönösen segítette egyik wow. a másikat. De hát ez gyönyörű, ez nekünk is most esik le. É, igen, nem, igen azért éreztem bele, bocsánat, de aha. ez, te ez te izgalmas. Hogy abból a szempontból is, mert többször említettétek, hogy Isten szólt, és lehet, hogy ném, némely kedves nézőnek ez furcsa, hogy Isteni. Szóval. Ennyire törődik velünk, hogy... Az abszolút legfontosabb mm. személyi dolgainkba igenis szól, és és olyan jó, hogy ezeket elmondtátok. Mm. És igenis lehet Istentől vezetést kapni, mm. hogy, hogy ne az érzelmeink vezessenek bennünket, hanem Isten uh, tudjon hozzánk szólni, és Ő pedig akar is, pontosan a legfontosabb kérdésben, hogy ki legyen a. És még egy válog. dolgot emelnék ki, talán, ami úgy szól, hogy Isten. Ebbe az egészbe, ugye most már 51. éve, most lesz majd augusztusban az évfordulónk, belehelyezte a humort, a jókedvet, az örömet. És ha ez nincs, akkor kiszárad, elromlik, besül, vagy, vagy megáll ez az egész folyamat. De ha ott van a humor, ott van a jókedv, a derű, É, ugye, hát annyira ismertek, hogy ezért nekem nem Alá kell a, szom a szomszédban mennem. <gül> <Nem>. <gül> És azt mondja az ige, Filippi 4.4-ben, hogy örüljetek az úrban mindenkor. Uh -huh. Ismét mondom, uh -huh. örüljetek. Uh -huh. És el tudom mondani, hogy nem csak azért, mert mézeshetek nem múlnak, hanem de tényleg ebben az örömben éljük az életünket, és ezt próbáljuk kisugározni, vagy továbbadni azoknak, akik ezt tőlünk kérik, hogy beszélgessünk ebben a témában. Nagyon jó. Én bolyám. Igen, nekem közben feltettél egy kérdést, hogy én is megkaptam-e. Igen, de más, nem így. Hmm. Mind a ketten egy tradicionális gyülekezeti közösségben nőttünk fel, ahol igen, hallottunk Isten szelleméről, hogy ezt tesz, azt tesz, amat ezt tesz, de azt mindig úgy hallottam, hogy hát tette akkor az, az e, a kereszténység hmm. első idejében, de az már elmúlt, az egy történelem, ma már ez megszelidült, ma már nem így, meg nem úgy. És ezt mi el is hittük. És... Hmm, 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 Három éves házasok voltunk, amikor úgy a keresztény életünk abba az irányba még nem volt gyerekünk. De abba az irányba ment, hogy azt mondtuk, hogy hát most már több mint 15-20 éve keresztény életet élünk, járunk a gyülekezetbe, minden vasárnap elmegyünk, éneklünk, imádkozunk, mm. teszünk bizonyos hitéleti dolgokat. Ennyi. Ennyiért halt meg az Úr Jézus. Itt valami többnek kellene lenni. De mi az a több? És akkor elkezdtem olvasni az apostolok cselekedeteit, és láttam, hogy az a valami az volt, hogy az első keresztényeknél kitöltetett a szent szellem. És tehát ezt, tehát azt, tehát De az apostolok cselekedetének nincs vége. Uh -huh. Ott nem úgy nincs fejeződik aki. be, Amen. hanem felütéssel. Uh -huh. Hogy na, és akkor mi jön még utána? Uh -huh. És mindig szoktam mondani, hogy kedves kollégám, dr. Lukács úgy fejezte nem, be nem. a apostolok cselekedetét, hogy nem fejezte be. Tehát ott még jött évszázadokon, évezredeken keresztül valami, vagy kellett volna, mm. amiről megfeledkeztünk. És... Anélkül, hogy abban az időben lett volna ö, megfelelő internetes kapcsolat, CD, rádió, könyv, konferencia, semmi nem volt, mert a vasfüggönyön túl egy nagy zelzátságba értünk. Egyedül a vágy volt bennünk Isten felé, hogy azt a valamit, amit az első keresztények kaptak, kapjuk meg mi is. Mm. És Istennek a válasza, az volt, hogy egyszerűen elkezdtük ugyanazon dolgokat átélni, uh -huh. amit az első keresztények, pedig nem jött senki. Különleges ember hozzánk, hiszen nem is jöhetett, nem volt semmi különleges konferencia, magától kellett. Jött minden. És akkor életemben először hallottam eh, proféciát, az, hogy Isten szól valakin keresztül, és az első profécia, amit életemben először hallottam, az az volt, hogy a ti házasságotok a mennybe köttetett nagy célok érdekében. És ez, az elmúlt 51 évünk ezt bizonyítja, hogy Isten igazat mondott, és mi magunk is aktívan megismerkedtünk a Szent Szellem ajándékaival, gyakoroltuk, gyakoroljuk, és egy nagyon aktív, kalandokba gazdag életünk lett, és igen, mondtad, hogy lehet személyes vezetést kérni. Ott volt, hogy hirtelen, Ránk szakadt egy gyülekezetnek az élete, és ráadásul úgy, hogy hetente 5 12 csatlakoztak a gyülekezethez, mert olyan sokan tértek meg. De mit kell ezekkel csinálni? Hogy kell csinálni? Se a műszaki egyetemen, se az orvosi egyetemen nem tanították ne. ezt. Ez ami a... a teológiás. A... És nekünk mindenben a, a Szent Szellemhez kellett hmm. fordulni, hogy de most hogy csinálja? Hát nem volt valami, amiből ezt kitanuljam. Én tudom, hogy az, az egyházi hatóságoknak kellett egy levelet írni, életünkben nem írtunk olyat? Aha. Hát majd kell azt csinálni. Aha. Szent Szellem, segíts nekünk. Hát nem tudom, nem valami könyv, amiből én ezt elolvassam, és akkor Szent Szellem lediktálta egyszerűen azt a levelet, amit a hatóságoknak kellett írnunk. És egy nagyon pozitív válasz született belőle. De ugyanígy a személyes vezetésem, mert kérdezted, hogy Laci megkapta, én és én. Épp, köbben tíz évig Laci egyszerre volt Útépítőmérnök uh -huh. és Tíz a gyülekezet. Évig? Igen. A gyülekezet a Pászé. Uh -huh. 8 évig. 8 évig. Uh -huh. És ez egy nagyon kemény időszak nagyon volt, t -t -t. Ér, lett derhelésbe, időben, mindenben. És közben én is orvos voltam, kellett a szakmai munkámat csinálni, konferenciák, továbbképzések, megszületett a gyerek. Tehát anya, feleség, háziasszony, tehát nagyon sokféle furcsa funkció volt, és amikor ott, ahhoz jutottunk, hogy ezt a kettősséget nem tudjuk tovább csinálni fizikailag. Igen. Mert nem csak kettősség, hármasság, négyesség, oh, stb. Igen. És most mi legyen? És akkor Isten elé álltunk, hogy mi legyen a válaszod, Uram. És Laci azt a választ kapta másnap reggel, mikor olvastuk az igét, hogy meddig akartok még kétfelé sántikálni? Ha bál a bál, az úr, akkor válaszátok az. Ha az Úr az Isten, válaszátok azt. Ettől egyértelmű választ nem lehetett. És abban az időben, az egy mély vízbe való ugrás, ugrás a sötétségbe volt, hogy Laci ott hagyta a biztos a, a mérnöki munkát, Igen. és pásztor, teljes idejű lelkipásztorrá vált. És akkor ott volt, hogy én is? Hagyjam ott az orvosi munkámat, mm. ne, ne csináljam. És én is az Isten eljártam, és másnapra én azt olvastam, hogy keressétek az Isten országát, és a többiek megadatnak létek. És nekem megint csak hallható hangon azt mondta Isten, nem. Te maradj benne a szakmai dolgokba, te maradj meg orvosnak, és csináld, amit a legjobban lehet, de segíts mindenben a férjedet. Uh -huh. És a többiek, hogy hogy éltek meg, adat. hogy mi lesz, uh -huh. mind megadatnak néktek. Tehát én is kaptam egy választ Istentől, de az nem az volt, hogy hagyjam ott a szakmámat. Uh -huh. Lacinak az volt, hogy a tanult szakmáját hagyja ott. És... Hát, ha, és így történt az, hogy most már közel 50 évvel ezelőtt ugye meghoztuk ezt a döntést, és ez életünkben nagyon-nagyon sok pozitívumot eredményezett az eddigiekben. Egy konkrét dolgot hagyd mondjak el. Ma úgy tudnám tanulságképpen továbbadni az összes hallgatónak, hogyha Isten mond valamit, akkor ne kezdj el azon agyalni, hogy hogy lehetne megváltoztatni, vagy nem úgy csinálni, hogy ezt Isten mondja. Uh -huh. A tanács, ha Isten mond valamit, kertelés nélkül, ellenkezés nélkül csináld meg, amit az Úr mond. Pont. Uh -huh. Úgy, ahogy ő mondja. Miért mondom ezt? Megvettük a Szugló utcai, akkor már ilyen-olyan-amolyan házat, és átalakítottuk imaházzá. É, és a lényeg, hogy az első ilyen nagy közös imaórán, amikor ott álltunk körbe egy nagy kört alkotva, é, voltunk vagy 50-en, 60-an, kaptunk egy kielentést. a kijelentés úgy szólt, hogy imádkozzatok a balesetek ellen, és imádkozzatok a tetőért. Egyiket csak fogta az agyunk azonnal, hogy miért. Az, hogy a balesetek ellen imádkozunk, az könnyű volt elfogadni. Egyetlen egy konkrét eset volt, amikor a külső ajtót valaki lebillentett egy jó ügyes fogással, és az ajtó úgy élével beesett a nagy terembe. a fiunk meg ott ült egy talicskában, munkaszüneten, és a füle mellett így ment el az ajtó, és csak a vállát ütötte meg egy kicsit, nem történt nagyobb baj. A, 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 hogy mondjam, a, a tetőért ott is elkezdtünk imádkozni, és ezt akkor értettem meg, amikor a régi tetőt kezdtük lebontani, hogy átalakítsuk, és új legyen a kialakulás, a háznak az egész valósága. A lényeg az, hogy valami leesett a földre, és akkor leszálltam a megfelelő helyre, oda mentem hozzá, egy olyan mennyi, 60 centis, 40 centis, nem tudom, második világháborús akna, volt élesbe, Úgyhogy az, azon a tudtam, mint tartalékos tiszt, mert az is voltam közben, hogy mit kell vele csinálni. Letettük, körbe vettük, őrszemet állítottunk mellé, oda senki nem mehetett, csak az a tiszt, aki kijött, és az fölvette ezt a akármit, legyen gránát vagy bomba, azt mondta, uram, maguknak kétszeres szerencséjük volt, ez éles lőszer. És nem csak akkor robbanhatott volna föl, ha leesik, hanem ha valaki kalapáccsal akármivel ráüt az oldalára. És olyan jó volt azt mondani, hogy Uram, nekünk nem mázling volt, nekünk van egy élő Istenünk, aki vigyázott ránk. Hmm. Csodálatos. Szóval nagyon sok mindent csináltatok. Igen, Sok-sok évekig, hmm. de aztán utána leadtad a állásodat az ul és teljes melszélességgel beálltál uh -huh. a szolgálatban. Nagyon-nagyon sokáig te voltál a szabad keresztény elnök. Ennek óriási terhe, nagyon sok feladata volt. Hogy tudtátok ezt, mert hogy jártál az országba gyülekezetről gyülekezetre, rengeteg gyülekezet alakult, megújultak a gyülekezetek, óriási munka volt ez. Hogy tudtátok ezt logisztikázni? Hát olyan egyszerű, azt akkor, és úgy csináltam, ahogy Isten mondta. Ilyen egyszerű. Nem kezdtem el vitatkozni ah. a Jó Istennel. Ah. Uram, én cigány misszióba? Ja, ja hát erről még... Ugye? Igen. És akkor jött Kopasz és ő csinálta a, a, a munkát. Én néha lementem uszkába, tényleg nagyon szere story Story sztori hátán. De szóval a, a titok az ez, hogy amit Isten mond... Rögtön, vitatkozás nélkül, úgy, ahogy Isten mondta. Akkor a dolgok egyenesbe kerülnek és működnek. Hatalmas változások jöttek a gyülekezetbe. Hirtelenjébe nem csak egy Szigetszen Miklósról bejáró idős testvér volt a idegen forgalom, hanem magyar testvérek jöttek, más egyházakból jöttek külföldi testvérek kezdtek eljönni, és akkor kezdtünk örülni annak, hogy jaj, de jó, hát német-angol tudás akkor nagyon jó kamatozott. Uh -huh. És kinyílt a nagyvilág. Mi is elkezdtünk uh -huh. járni konferenciákra, ilyen értekezlet, olyan értekezlet. Egyszerűen annak örültünk, hogy Isten beépített bennünket az ő nemzetközi egyházában. Uh -huh már időben egy kicsit túlléptünk, de azért ez egy izgalmas kérdés, és főleg a fiatalabb nézőknek nem sok elképzelése van arról, csak erre egy pár percet, ha szentelnétek, hogy hát ugye, amikor a ébredés kitört 74-75-ben, hát akkor az állami kontroll finoman szóval nagyon erős volt, hogy, és ugye én is 75 betértem meg, és tudom, hogy ott ültek a Spitzlik a sorokban, nem a sarokban, hanem a sorokban. <sínt> 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 és, <sínt> szóval ez egy nagyon nehéz helyzet, hogy a énekes könyvek tudom, ilyen, ilyen, kilencedik példánya, ilyen sejen papírokon, amit gépelés, <sínt> tehát akkor még nem volt ugye ilyen <sínt> típusú mint most, vagy nyomtatok, stb., hanem így kézzel, sutyiba gépelni, meg könyveket is. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz időszak volt, csak ennek inkább a, a lelki szellemi summáját, hogy, hogy hogy tudtátok még plusz ezeket a terheket ja. úgy tartani, hogy közben a hitetek se gyengüljön, kompromisszumot se kötni. Tehát, hogy erről csak egy pár szót, mert főleg a mai generációnak hála Istennek, erről nincs fogalma. Na akkor erre azt hagyd mondjam, ugye, mint lelkész, <laughs> hogy tény és való, hogy lehallgatták a telefonjainkat. Nem Ó, jött, hát azt most is az, nem minden mindegy, nyom. nem jöttek meg levelek, Igen. stb. És egyszer valaki már nem tudom honnan fölhívott, és vagy németül, vagy angolul beszélgettünk, és ezeket kérdezte. És én mondtam neki, hogy figyelj, azt nem értem, hogy én neked küldtem már tíz levelet, és nem jött rá válasz. És a válasz, az ő válasza az volt, tehát ne csináld már, én tizenkét levelet küldtem neked, és tőled se jött válasz. Mi történt? Ezután egy héten belül ő is megkapta az összes levelet egyszerre, Olyan. és én is na azt a, 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 a visszafogott még. <tok tettoren> Érted? Uh -huh. Ez törvényszerű volt. Most majd elmondhatom, hogy időnként fölhívtak engem egy beszélgetésre idézőjelben, ahol megpróbáltak beépíteni, hogy ilyen szöveggel, hogy Mézes úr, hát ugyanazt a munkát csináljuk. Mi is üldözzük a bűnt, mint ahogy maguk. Csak mi így, maga meg amúgy, hogy írja már ezt itt alá. És akkor a válaszom az volt röviden, mondom, uram, nagyon kedves, de ezt nyugodtan vegye vissza. Most megkért, hogy jöjjek ide. Én döntöttem el, hogy ide jövök, mert így láttam helyesnek. Ha ezt a papírt aláírom, ön többet nem kérdezni fog nekem, vagy engem, hanem parancsolni fog. Ebben nem megyek bele, úgyhogy viszont Iboja, és te, hogy élted meg ezeket? Orvos voltál, tényleg Most feleség? A igen, Isten. és fantasztikusan használt az Isten az orvosi szolgálatodban. Saját tapasztalatunk, <laughs> családi tapasztalatunk <laughs> is van, de hát nagyon sokat kellett logisztikáznod Pontosan hallod. így, ahogy mondod, hogy Isten adott egy nagyon jó szervező képességet, apukámtól örökölt tulajdonság, hogy én nagyon szeretem előre átgondolni, mit, hogy, merre, meddig. És Nagyon jól van. Én is Hát Isten így adta, hogy adok neki segítőtársat hozzáélő. Nekem ez erős oldalam, a szervezőkészség, az átgondoltság, a részletekben menő nem elveszni az aprólékosságba, de hogy látni, hogy mit szervezek, hogy szervezek. És ez biztos, hogy a családi életben is, hogy minden meg legyen a háztartásban, és enni, inni való, tiszta ruha, és a gyülekezet életben is, ahol mindig mentem Lacival, családlátogatástól uh -huh. kezdő kezdve mindenre. Uh -huh. Egyik eh, nagy dolog, hogy ott volt az említett Erzsi Mami, aki pótanyukaként, pótnagymamaként rengeteget segített nekünk, ez az egyik. De a másik, hogy nekünk magunknak is kellett nagyon sok mindent kitalálni. És miután ugye Lászloriről már házasságról beszélünk, például ott volt a gyerekünk, és nekem el kellett menni ügyelni, mint orvosnak. És este, hogy a gyereknek mindig meséltem este. És amután én ügyeltem, azt csináltam, hogy fölvettem Magnóra meséket, hogy a, és Laci meg bekapcsolta, mm. hogy a mama hangjával mm. ha legyen a mese, és akkor a gyerek mégis a mama hangjával Igen. aludt el. Tehát ez például egy ötlet Igen. a rengetegből, amit csinálnom kellett átszervezni, átgondolni, és mindig nagyon-nagyon megkérdezni Isten, hogy most hogy csináljam. És volt egy nagyon kedves, idős, pünkösdi testvér, David Duplessisnek hívták, talán emlékeznek rá. Ő neki volt az egyik könyvében egy híres imádság, amit én magamévá tettem. Azt mondta, hogy az életünk olyan, mint egy szerelvény. Elől van a mozdony, és utána ki tudja, hány kocsit húz el. És minden reggel így kezdte ez az idős testvér, és ezt az imádságot tanultam meg tőle, hogy uram, én nem tudom, hogy ma hány kocsit kell elhúzni. Egy kocsi lesz, öt kocsi lesz, tíz kocsi lesz, nagyon meg lesz rakva, kicsit lesz megrakva, de egyet tudok, hogy ha téged akasztalak, mozdulnak a szerelvény elé, akkor te elfogod ezt húzni. Uh -huh. És én minden reggel megkértük Isten, én személy szerint biztos, uh -huh. hogy Úr Jézus, a mai ismeretlen számú elhúzandó vagon elé, akaszd oda a te szent szellemedet, akaszd oda a te jelenlétedet, hogy képes legyek elhúzni azt, ami el kell húzni. És nem volt ugyan egyszerű, mert több alkalommal, nem, nem csak ennyi, hanem még olyan betegségek, hogy a szószoros értemben halálomon voltam több alkalommal, és még így is megpróbált bennünket, hogy akkor azokban a helyzetekben hogyan teszünk, és hogyan kapcsolódunk egymáshoz is, tehát a kapcsolatunkat is megpróbálta, és a, a szellemi életünket is. Nem tudom, van idő, hogy egy példát erről említsek, hogy ugye az első gyerekünk, első és utolsó gyerekünk, az 26 éves voltam, amikor ő született. A szülés maga rendben ment, de a szülés után annyi komplikáció volt, hogy abba a kis hián belehaltam. És ebben maradt egy darab lepény, az a hatalmas vérzést okozott, akkor mindenféle beavatkozás kellett, utána tüdőembóliák sorozata. Tehát ott voltam, hogy három hetes volt a gyerek, amikor először tisztába tudtam tenni, mert addig még azt sem tudtam, hogy élek-e vagy halok. Uh -huh. És, Emlékszünk rá, igen. Igen. És tehát nem olyan, hogy na fáj a fejem, nem olyan kis <risz> dolgokról <laughs> volt <tis>. szó, és mégis ilyen szituációkban egyrészt egymás mellett kitartani, hogy na, és mi van, most elveszít. Igen? <tis> és ilyen volt, és bizony nem volt ez egy egyszerű helyzet, vagy amikor az agyamat operálták. Az sem volt egy olyan kis miska játék, hogy egy agysérv miatt, amikor a kis agyamnak egy része belecsúszott a kiáradba, és emiatt kis hiány meghaltam, és meg kellett operálni, akkor az agyműtét előtti napon is, ez 2013-ban volt, leültünk, és tudtam, hogy másnap operálnak, és akkor megbeszéltük, hogy eddig életünkben volt-e valami, amit meg kell bocsátani egymásnak. Úgy mentem a műtőasztalra, hogy mindent mm. átbeszéltünk, hogyha velem történne is valami, akkor ez rendezet legyen. Minden anyagi dolgunkat elrendeztük, stb. Hiszen nem volt egyértelmű, hogy holnap, mikor meglékelik a fejemet, akkor utána felébredek, vagy mi lesz, és én bár a, m -m nagyon biztatotta az agysebész, hogy de, kedves kolléga, mert kérdeztem, hogy leszek én még ezek után orvos, yeah. és azt mondta, hogy, uh -huh. hogy ugyan már, lesz, de egy agyafúrt orvos lesz. <tis> 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 és, és, és hát az lettem, agyafúrt, sőt, szoktam mondani, hogy miután a műtét a kisagynál történt, én vagyok a világ legjobb kereszténye, mert papírom van róla, hogy levágták a hátsó gondolataimat. <tis> <tis> Úgyhogy, és uh -huh. itt jön bele, hogy a humor mindig uh -huh. átsegített bennünket, tehát Fantasztik. amikor az élet legnehezebb óráiban is Tudtunk vidáman tekinteni a dologra, de a vidámságunk abból fakadt, hogy Istenben volt egy sziklaszilárd bizonyosságunk, hogy lehet, jó, holnap megfúrják a fejemet, aztán vagy ott maradok, vagy nem az asztalon, és én tudtam, hogy ha ott maradnék, akkor is jó helyre kerülnék, de ha Isten adja, hogy meg, magamhoz térje és éjek, akkor segíteni fog. Hmm. Hát a mellékel ábra azt mutatja, Igen. hogy nagyon sikerült. Nagyon jó ezt hallani, hogy úgy mondja a múltnak a történéseit és bizonyságait, és én nekem is néhány dolog új volt, bár ismerjük egymást hmm. most már 47 éve. De a műsoridő rövidsége miatt szeretném, hogyha beszélnétek a jelenről és a jövőről, ugyan és akkor én foglalok össze egy nagyon fontos eseményt a szabadkeresztény közösség életében, hogy a te elnöksége alatt volt az, hogy ez a magyar alapítású felekezet, amit Iba is utaltára, rá, azt hiszem, hogy jövőre leszünk száz évesek, és ez egy magyar alapítású neo mm. neoprotestáns közösség a, a szabadkeresztény egyház, hogy úgymond nemzetközi kapcsolatra léptünk a, Nemzetközi Pünköszi Szentség Egyházával, és ez a te elnökséged alatt történt. Ez is egy nagyon fontos mm. a egyházunknak a történetében, nagyon jó kapcsolataink vannak velük. Ezt én az idő rövidsége miatt most ezt én elmondtam meg a kedves nézők felé, ezt nem tudták volna. Viszont azt is tudom, hogy sok meghívásotok van gyülekezetek, gyülekezetekbe, beszélni az életetekről, tanítani az igéből és mi is élvezzük azt az érettséget, ami a sok évek alatt Isten bennetek deponált, hogy így mondjam, okay. és azt most előhozza, de mivel, hogy hál' Istennek nagyon aktívak vagytok, azért így befejezésképpen néhány szót mondjatok a jövőről is, hogy tehát nem úgy hívtunk meg benneteket, hogy hát itt egy nagyon szép életpálya, és akkor hát ez most már úgy már itt most pont, és akkor most nagy Hawaii van, <laughs> hanem, hanem most is aktívan dolgoztok az Isten országában, sőt, hogy te aktívan dolgozol is Igen, még. hihetetlen. Úgyhogy nekünk is, ha van valami orvosi nyugdíj bajunk, azért fölhívunk, <laughs> <laughs> hogy ezerően. de hogy hivatalosan is kvázi dolgozol. Uh -huh. Tehát, hogy erről is, a mostani éppen jelenről, illetve a jövőbeli terveitekről. Körülbelül tehát, két egy, percünk jó, van. Jó, ennyi. A kertünkbe egészen különleges módon három virág is kinyílt, ami koratavaszi. Az idén másodjára. És ilyen eddig nem történt, hogy a, 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 ilyen őrült hőségbe egy koratavaszi <laughs> virág, másodvirágzás. Három, és magnólia, meg egy viburnum, meg még egy harmadik. Lényeg, és a, ezt föltettem a Facebookra, és valaki azt reagálta rá, hogy Ibolya, tekintsd ezt proféciának, hogy nektek még lesz egy második virágzás. Oh úgy hogy ezt, jó. És én ezt érzékelem, mm -hmm. hogy igaz, hogy már öregek vagyunk. Igaz, hogy már a kenyerünk javát megettünk, de úgy érezzük, hogy Isten még adott nekünk képességet, és ahogy én szoktam mondani, az érettségkenetét adta, amit nem 20 éves korba osztogatnak. É, é, hanem az élettapasztalat, hogy mit, hogy oldjunk meg, és hogy ez, ez aki erre igényt tart, nagyon sok gyülekezet hív bennünket, mindenféle ista, tehát nem feltétlenül a saját közösségünkből, és a műsoridő miatt nem mondok erre példákat, de ahol szükségét érzik, hogy ebből az érettség kenetéből valamit elmondjunk, elmondjuk, ugyanis amikor Laci átadta a pásztorságot és az elnökséget, azt a proféciát kaptuk, hogy ti utazó nagykövetek lesztek. Hát ezek vagyunk jelenleg. Köszönöm. Annyit, vagy mondjak csak tényleg röviden egyigét. A Biblia azt tanítja nekünk, hogy megbánhatatlan uh -huh. az Istennek elhívása uh -huh. és az ő ajándékai. Uh -huh. És, és én szeretnénk ezt betölteni, uh -huh. és azt mondtunk Istennek, ugye együtt, meg külön, -külön is, hogy róm amíg te egészségesnek megtartasz bennünket ugye 77 leszek az idén röviden csak úgy szoktam mondani hogy kéthetes leszek. Ügy, hogy, és, és és erőt ad és kapunk meghívásokat sehova nem megyünk oda hogy Hé, hát én tudom a legjobban majd én meg nektek megmondom a tutit nem ahova Isten küldés ahova hívnak oda elmegyünk és örülünk hogy Ugyanannak a gyülekezetnek vagyunk a tagjai, mint akiknek kezdtük a pályát. Amen. Mi Mert is? sajnos ma azt látom, hogy megy a, a virágról virágra röpködés ide-oda-oda. Nem. Ott kell helytállni, ahova az Isten erültet bennünket. Uh -huh. Annak idején, amikor még vezető voltam, hívtak nagyobb gyülekezetek, sokkal nagyobb ifjúsággal, hogy gyere aztán itt sokkal könnyebben és nagyobb sikerrel hm. fogsz tudni dolgozni, és olyan jó volt azt mondani, hogy nem. Engem Isten odat helyezett, és hogyha visszajön az Úr Jézus, itt fog keresni. Ezzel védtem ki egy erre nem emlékszik, vagy neki nem mondták. Engem próbáltak Amerikába ott fogni, hogy figyelj ide, laci, maradjatok itt, ez még a bizonyos időben volt, és annyi pénzt küldesz haza, amennyit akarsz. Yeah. És az a ház, az az autó, stb. stb. stb nem jó, hagyd abba, nem, sehova nem mm -hmm. érsz. Engem Isten odaültetett, ott fog keresni. Mm. Úgyhogy jó itt lenni, örülök, hogy itt vagyok tetszik minden, élveztük, élmények, de megyünk haza. Uh -huh. Köszönjük szépen. Mi köszönjük. Azt mi gondolom, köszönjük? hogy a Amen, hűség, köszönjük. ami megjelent most itt közöttünk, és uh -huh. hát hiszük, hogy a kedves nézők is ezt tapasztalták uh -huh. a beszélgetés alatt. Kívánjuk mi is az életetekre Igen. a további sok erőt, hűséget, és még kibontakozást. Úgy legyen. Amen. Köszönjük szépen a kedves nézőknek is, hogy velünk tartottak. Isten áldja önöket, viszontlátásra! Love story. És azután.